Na, sziasztok! Újra itt vagyok, etetés és itatás, vagy hát inkább párásítás témakörében. Először is, amit most fel tudok nektek sorolni, ételt. Tehát ugye általában az ászkák étele az a korhadék, avar, de mindenféle szerves hulladék. Tehát ezen felül mi az, amit szoktam nekik adni. Tehát először is itt van a panzinak ez a, nem tudom mennyire éles, haltáp. Most ebben nem sok van már, de így néz ki. Mert ennek az a lényege, hogy általában ezek nagyobb levelekben vannak, tehát ezt én apróra össze kell törni, mielőtt odaadnánk neki. Ez egyik. A másik dolog, itt a dobozon ez vörös szúnyoglárva. Hát ez ilyen apró, ezt ismerjük, apró kukac mondhatni. Van itt ugye, nem az van benne, mert dobozon van, ez sejemhernyó báb. Ez így néz ki. Ezzel rendelkezem, most van szárított halam, ami jelen pillanatban így néz ki. Hát ezt is ugye össze kell törni, mert ezt egy bedobod, akkor egy kisebb kolónia az belerohad az egészbe. Bármilyen szárított hal megfelel elviekben, mondjuk a fehér szárított halat jobban szeretik, ez biztos. Van még itt, mondjuk nekem most pont pedig épp áll kutya eledel, viszont az fontos, hogy mindig a junior az, ami jó. Ugyanis annak több a fehérje tartalma. A macska eledelben elvileg még több fehérje van, ha a macska eledel junior, tök jó. Tehát az egyik, hogy mi olyat vegyünk, aminek minél több a fehérje tartalma. De erre van szükség ahhoz, hogy nőjenek. Ezen kívül, amit én átraktam ide, az a kálciumforrás, a szépia, amit darabolok. És most jelen pillanatban répát kapnak az állatok. Ugye ez nálam mindig változik, hogy répa, cukkini, édesburgonya, mikor mit. Tehát, hogy soha nem kapnak kétszer ugyanazt egymás után. Pont azért, hogy változzon, legyen etetve az állat. Ugyanígy van a fehérje forrásokkal is, mint a haltáp, a kukac, a hal, maga a fehér hal, vagy ez az amaz. Elvileg vannak még fehérje források, amiket lehet használni, vagy különböző ilyen boltban kapható, teszem azt, borsópehely, vagy van szállított lisztkukac, de ugye azt is össze kell törni, össze kell morzsolni, van különböző dolgokat lehet kapni, elvileg minden evők, tehát, hogy elvileg minden jó lehet, viszont azt ne felejtsük el, hogy nem mindegyik faj eszik meg mindent. Vannak kedvencek, vannak nem. Érdemes, én most azt fogom csinálni egyébként, rájöttem én is, így egy időtávlatából, hogy érdemes azt csinálni, hogy egy papír cetlit ragasztani a dobozok tetejére, és arra felirkálni, hogy melyik fajnak melyik jön be jobban. Mert például most nekem volt, most ugye én végetettem az egész, ez már csak a maradék 4 doboz, direkt a videó kedvéért, akik például most az uborkához sem nagyon szagoltak hozzá, de a cukkinihez sem nagyon szagoltak, holott elvileg kedvenc ételüknek kéne, hogy legyen. De nem. De ettől függetlenül az avar és a korhadék fontos táplálékuk, tehát hogy mondjuk, hogy egy ilyen gyümölcsből vagy zöldségből nem kapnak egyáltalán mondjuk egy etetés alatt, az nem probléma, egy kicsit se. Fehérje legyen, mert az kell, tehát hogy az mindenképpen legyen valami fehérje forrás. Én mondjuk 3 napon tehetek, tehát hogy kinek hogy tud ezt etetni, annyit kell még adni, de nagyon figyelni kell arra, hogy a kolónia mennyit eszik, hogy hány, ugye mennyi az, tehát attól függ az étel mennyisége, hogy mekkora a kolóniád, és ugye mekkora maga a faj, aminek enni adsz. Mert hogyha sok, akkor az be fog rohadni. Ez kegyetlenül penészedik, rohadnak, minden baj lesz. De ezt sajnos ezt csak magadtól kitapasztalni, hogy az most egy csipettel több, vagy kevesebb, vagy ennyivel, annyival. Tehát ezt, ha új az állat, akkor azt így érdemes csinálni, hogy adni neki egy darabot, amit te gondolsz, vagy amit most látni fogsz esetleg, és hogyha az nem fogy el, akkor annál következő esetben kevesebbet kell adnod, mert tényleg beindul. Tehát úgy, hogy beindul a kutyakaja, beindul a hal, beindul a tök, az benészedni fog minden, ez biztos. Én sem találtam el még minden fajnak. És mondjuk az is benne van, hogy nem is mindig esznek ugyanannyit.
az adott ételből, tehát hogy azért ez elég nehéz, ezért kell inkább kevesebbet adni, és akkor majd ő eszik ott korhadékot, megeszik, amit akar, mert talál. Biztos vagyok benne, hogy talál, mint hogy aztán berohadjon az egész tenyészeted, vagy akár az egész mindenség, tehát ha csak díszállat, mert súlyos pénzeket lehet bukni egy-egy olyan fajjal, ami már mondjuk egy 40-60-80 eurós tétel, egy csapat, egy 10-es csapat. És ezt szerintem senki nem szeretné. Na szóval, lássuk akkor az elsőt. Ők egy ilyen kis dobozban vannak, ez 10 darab Armadillo Granatum Spanyolországból. Tehát nem, ugye láttuk, hogy a doboz sem egy túl nagy, az állatok sem, de mindjárt mutatom is. Hogy hát nem egy hatalmasságok. Na mondjuk ő egy adult példány. Ez itt mind. És ugye, mivel egy kezdő csapat, ott például lehet látni, hogy ott van ott bent egy kutyatáp. Tehát nekik elviekben van mit enni, nem is indult be, megpult szépen, de mindjárt keresek egy... Na, itt egy csapat. Elviekben ők ekkorák. Nincsenek sokan, tehát ez egy kezdő, nagyon kezdő indítvány, apró picik még nincsenek is egyáltalán. Tehát ilyen esetben mondjuk őket úgy lehet tartani, de krújkat, én nekik párcsás szempontjából csak ezt a részt. Hopp, nem szól eléggé. Ide, pak, 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 kész. Ennyi. Répa. Hát a répából nem sokat, tényleg kevéskét, mert nem is egy nagy evők. Ide egy darabot, oda egy darabot, kész. Mivel láttuk, hogy van bent még kutyatáp náluk, ezért, és nem nagyon ették, egy kis halat fognak kapni. Hogy ez mennyi? Ez egy ilyen kis csipet, nem is látszik az ujjaim között, és csak apró darabot szórunk. Mert hogy kicsik és kevesen vannak, tényleg kevéskét. Ennyi, amit kapnak, letelt. Látom, van még ott kálcium, tehát itt lehet látni, hogy ott van benne kálcium, nem tudom, hogy mennyire lehet látni ott. Tehát ők most akkor elviekben, kálciumot sem. Hát az egy kis darabot, csak hogy lássátok, hogy mennyi az a... Tehát én ezt így szeretelem. Újunkra vigyázunk, nem vágjuk le. Ez a doboz, ez így ennyi volt. Tehát ugye őket mondjuk soroljuk oda, mint a krúgikat, hogy egy rész legyen nedves, a többi legyen száraz. Ennyi, mondjuk ez az alap dolog. Ugye, mint mondtam, fehérjéből sem szoktam nekik adni túl sokat. Már úgy mondom, hogy sok félét egyszerre. Na mondjuk nézzünk meg egy nagy tenyészetet. Ők a Porcelio Reavis Orange. Hát itt nem tudom, hogy hány száz esetleg, lehet, hogy már ezeres kolónia is van, de náluk is úgy szoktam párásítani, hogy nek viszont ugye, hogy itt van a szellőző. Látjuk, látjuk, simán jó. És akkor ezt a sávot, itt a szellőződét. Tehát olyan egy harmadát lenedvesítem. Hát ők egyébként egy malacfaj, tehát ők bármit, bármennyit megesznek, főleg, ha ilyen sokan vannak. Igazából, jé, találtam egy 1000 lábút. Na, hát ezt majd kiszedjük. Na szóval, kutyatáp. Egy sarok, egy darab, egy darab. Őnáluk lehet több fehét adni, mert ők nagyon sokan vannak, rengetegen. Mondjuk ők a répából is többet kapnak. Tehát ezt is simán fel fogják enni 3 nap alatt, úgyhogy nyoma nem marad semminek. És mondjuk adjunk hozzá nekik egy kis hernyóbábot. Ezt megrakunk ide. Ide meg ide. Kálciumot vágunk hozzájuk, mert az úgy látom, hogy nincs egyáltalán már. De hát ezt nem kell annyira tudományosan. Most ha egy kicsit több a kálcium, igazából annak baja nem lesz. Elfogy, amikor elfogy. Én azért nem szoktam nagyobb darabokba berakni, mert nem tudom. Nem szoktam. Ennyi a történet igazából. Párzsdás megvolt, répa van. Látjátok már, meg is a hami. Hát igazából, amint lehet látni, amit bedobtam, kutyatápot, ott már össze is gyűltek, és már eszik is.
Tehát ők nagyon tényleg ez a malacfaj, igazából bármit képesek megenni, bármennyit. Itt ez ennyi. Tehát, hogy azért tényleg rengetegen vannak. Vajjuk be. És akkor a következő, ez az Armadillum. Hát, hogy ennek a nevét hogy kell pontosan mondani, ez a Corcineum, de hogy ezt most tényleg így kell-e, úgy kell-e mondani, nem tudom. Na, ő az a faj, aki, hát igazából több helyen olvastam róla azt is, hogy nedvesebben kell tartani, szárazabban kell tartani, így kell tartani, úgy kell tartani. Én megoldottam azzal, hogy annyival van nedvesebben tartom, mint a többi, hogy ugye, mint látszik, a szellőző itt van, és én ezt a részt nedvesítem. Tehát ezért ez jócskán nedves marad, ezt lehet látni is, hogy ez jócskán, ez full száraz, itt ez a vége, de itt is vannak. Ez itt a nedves, hát itt is vannak. Tehát, hogy igazából... Igen, hát jött egy SMS-en, hálózóistának beleordított az oroszlán a témába, de nem baj. Nos, kérlek szépen, tehát ők mindig kapnak egy pár spriccet, csak hogy tudjanak inni. Ennyi. Itt van a múltkori maradék. Erről beszéltem, bármilyen hál' Istennek nem indult be, de ezek itt bizony az ott kálcium. Ez itt, hát ennyi maradt, úgy látom, nincs több. Hát ez nem sok maradt akkor, tehát sikerült azért majdnem kiszámolnom a dolgot, ez egy cukkini darab. Kálciumot ugye láttunk az előbb ott, akkor erre az oldalra rakunk ide. Egy kicsit. Nem kell sok. Nos, mihogy ők kistestűek, igaz, hogy vannak körülbelül 100-an, de ők nagyon kistestűek, tehát hogy azért náluk se kell ezt túlzásba vinni. Egy-egy darab ide-oda. Letelt. Náluk viszont ők most kapnak egy kis szúnyoglárvát, ami hát ilyen tényleg ide egy kicsi, egy ilyen párütés. Ez mindig elfogy, ebből mondjuk bármennyit rakhatnék, mert ezt mindig mindenki föleszi, ez nagy kedvenc náluk. Kapnak még egy kis haltárot, ez megint egy ilyen csipetnyi, megszórod, mint a sóznád, ide-oda, mindenhova egy kicsit. Általában ez is elfogy, de csak akkor, hogyha így össze van törve érdekes módon. Ha egyből ad a lemezbe, akkor nem mindig fogy el. Ez itt ennyi a történet. Tehát körülbelül itt tartunk. Mondjuk nekik még egy kis levelet rakok, mert úgy látom, hogy az is fogyóban van. De ugye persze hát ezt a dekornál megbeszéltük, de ugye hát mi hogy eszik, ezt pótolni kell. Tehát soha nem árt ezt pótolni. Egy keveset mindig rárakosgatni. Nem sokat, hogy azért ne legyen dunzt véletlenül se. Megint jött egy üzenetem, hálózatom. Azért sem állítom el a videót. Kell a sikítozás. Na, és hozzájuk rakunk egy kis fehér fát is. Ebbe az van, mert azóta, az előző videó óta kaptam. Úgyhogy ők most kapnak egy kis fehér fát is. Na, de és igazából itt akkor ennyi az etetés. Ez a rész. Ezt azért mutattam meg ezt a fajt, mert ugye elvileg nálam ő az, aki a legpárásabb környezet igényli. Tehát láttátok, hogy annyi, hogy oda van spriccolva, ahol te. Mondjuk ez egy kubarisz fajnál azért ez jóval durvább párásítást igényel. Tehát az még ennél is párásabb kell, hogy legyen. Majd, ha egyszer sikerült szareznünk. Tehát akkor ez itt a vége. És akkor jöjjön egy nagy spanyol. Ők a expandusok. Mint látjuk, itt a kálcium. Ez is kálcium. Átrakjuk erre az oldalra. Hát itt megint van egy kis uborka maradék. De hát igazából ők nem sokan vannak. Hopp, egy kis halacska, de nem indult be. Tehát akkor ezt itt hagyjuk. Majd megeszik. És úgy látom, egyelőre én más étel maradékot nem is látok. Egyelőre. Na hát azért ők vannak egy páron már, a legnagyobb örömömre.
És igazából ők azok, akiknek tényleg csak ilyen pont nedvesség kell, tehát hogy semmi. Ugye itt a szellőző, ezen az oldalon, és amint látjátok, ja, ti nem látjátok, de akkor nem mondtam, hogy ott van. Hát ezek az összemesek, én nem is tudom kizaklatani. Na mindegy. Ott van a moha. Tehát itt a moha kerül. Itt egy ponton megszórom, ott van nedvesség, kész, ennyi. Itt nedves, ennyi letelt. Többi az mind csontszáraznak kell, hogy legyen. És több ilyen fajnál is van ilyen. Hát vagy ők se egy nagy evők, ahhoz képest, hogy ezért egy kis répa ide, egy kis répa ide, mert hogy itt is vannak. Ez így ennyi. Én úgy látom, hogy itt még mindig van. Jól látom, igen. Ez előnye a száraz dolgoknak, hogy itt még van a kutyakajából. Tehát, mivel ezt nem ették annyira, így akkor most ők is kapnak egy kis haltápot. Ezt egyébként ők is szeretik. Csak így morzsóra. Ezt jobb ide a tetőre rakni, tehát a felszínre. És jobb, ha ezt szokjátok meg egyébként, mert hogy itt nem nedves a talaj, és itt nem rohad be olyan gyorsan. Adunk még egy kis szúnyoglárvát, hogy erüljenek. Tényleg nem sokat. Majd mindjárt meg is mutatom, hogy mennyi ez a nem sok. Ennyi. Levél van. Kálcium van. Na, hogy mennyi a nem sok. Igazából nem tudom, hogy ez így hogy látod, vagy hogy se. Hát úgy ennyi az a nem sok. Tehát ennyien ezt röhögve föleszik. Párásítás megvolt, ugye. Tehát így nagyjából, ugye azért ezt a négy fajt választottam, mert ugye a párás szempontjából, tehát a mások és mások, plusz az, hogy ugye vannak kevesebben, kisebb testűek, nagyobb testűek, hogy kinek mennyit, tényleg nem kell túlzásba vinni. Higgyétek el, rátok rohad. Tapasztalat, hogy rátok rohad. Sajnos ez van, ezt kell szeretni. És igazából a vázosság azért is jó, mert például ez az oroszlán visítása. Mindegy, benne marad. Megrohadok, és benne marad. Ugye a leaviszok nagyon jól szaporodnak, és ezért alkalmasak arra, hogy táplálék állatok legyenek, gyíkoknak, békáknak, ugye mérettől függően, egyértelműen, és ezért kell sok színűen etetni őket, mert sokkal jobb táplálék állat, mint a tücsök, vagy bármi más. És tenyészteni is könnyebb, jóval könnyebb tenyészteni őket. Hát itthon még ez nem terjedt el, de majd idővel előbb-utóbb. Ugye a díszfajoknál meg azért kell őket, hogy minél szebb legyen, nagyobb legyen, eladhatóbb, gyönyörűbb. Jó az, amikor csillog a páncél, mert egészséges az állat. Tehát, hogy ezt azért tartjuk szem előtt. Igazából nem tudom, mit kéne még mondanom ehhez képest. Tehát, ha kérdés van, tegyétek fel. Igazából bármivel kapcsolatban válaszolok rá. Kicsit ez hosszabb videó lett, mint az előző, pedig rövidebbet mondtam, hát nem jött össze. Igazából miről akarok még videót csinálni? Igazából már csak egy videóm lesz szerintem, ami a hibák elkövetéséről fog szólni. És a többit azt, hát nem tudom. Lehet, hogy még ilyen fajbontások. Na, meglátjuk, jó? Akkor én szerintem ezzel végeztem. Kérdéseket, észrevételeket fel lehet tenni majd a poszt alatt. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!